Az ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban a magyar válogatott mellett Lengyelország, Fehér Oroszország, Ukrajna, Kazasztán és Ausztria legjobb fiatal játékosai lépnek jégre. Annak ellenére, hogy most itt az első két nap után azért egy kicsit a közönségnek is hiányzott az, hogy legyen egy győzelem legalább. Én bízom abban, hogy a hátra lévő meccseken mindenféleképpen a csapat kivívja azt a helyezést, amivel tud maradni ebbe az osztályba, azért az hozzá kell tenni, hogy nagyon erős csapatok vannak itt. Mint azt a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára mondja, bár nincs könnyű dolga a magyar válogatottnak, a nehézségeket kompenzálja az, hogy tehetségesek a fiatalok, a magyarok jégkorong teljesítménye pedig nemzetközi elismertségnek örvend. A magyar jégkorongot mindig ilyen példaként hozzák, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben nagyon, -nagyon sokat fejlődött a jégkorong, nem csak játéktudásban, hanem létesítményben, szervezetileg és a többi. Én azt gondolom, ezt azért Magyarországon is látni, hiszen például 10 évvel ezelőtt 4 darab fedett pálya volt az országban, most 17 fedett pálya a szabványméretű pályákról beszélve. A városvezetés tervei között szerepel egyébként, hogy fejlesztéseket eszközöljön annak érdekében, hogy még nagyobb szerephez jusson a jégkorong Székesfehérváron. A társasági adóból befolyt összeg újabb jégkorongcsarnokok építését teszik lehetővé. Egyik pálya, ami bizon benne, hogy hamarosan mondjuk egy két esztendő belül meg tud épülni, eznek a tervei már elkészültek, és a pályázatot a város benyújtotta, ez egy utánpótlás pályának a kialakítását fogja eredményezni. A világbajnokság következő meccsét vasárnap rendezik. A magyar csapat a fehér oroszok ellen az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban.